Na, én most lefagytam. Cica. Cica. Telefon. Oh, na, beindult. Végre. Most ez itt egy tiltott mező, mert ugye nem mindig van olyan figura, ami ezhez, ehhez, ehhez és a kézben tartott laphoz is. De előfordulhat? Előfordulhat, igen, mert hogy mindegyik figura itt ötször szerepel, öt lapon szerepel, tehát. Csésze. Csésze. Hát ezt megnyerted. Nagyon jó. Hogy készült ez a játék? Miért készült? Hát a matematika, ami mögötte van, az pont az én kutatási területemnek egyik fontos struktúrája, a Möbiussíkoknak a fogalma, ami egy véges geometriai fogalom, és abból lehet ilyen paklikat gyártani, vagy ilyen paklit gyártani, és mivel véges geometriával foglalkozom, én ezt ismertem, ezt a struktúrát, és az volt meg először. Mi ez a Möbiussík? A Möbiussík az egy, a klasszikus Möbiussík az úgy képzelhető el, hogy veszünk egy gömbnek a felszínét, bármelyik három pontot, ha veszem a felszínen, akkor az meghatároz ugye egyértelműen egy síkot, és az a sík kimetszi nekünk azt a kört, ami mindhárom ponton átmegy. Ugye itt most végtelen sok pont és végtelen sok kör van, ezt szokták Möbiussíknak, klasszikus Möbiussíknak nevezni, és hogyha lenne egy ugyanilyen tulajdonságú véges pont sok ponttal és véges sok körrel rendelkező struktúránk, akkor amennyiben a pontokat feleltetem meg a lapoknak, a körök pedig a figurák, és egy lapra, tehát egy pontra azt a figurát teszem rá, amelyik figurának megfelelő kör az illeszkedik erre a pontra, akkor ugye egy pont egy ilyen paklit kapunk. És akkor egy szakdolgozóval gondoltam, hogy írjunk egy szakdolgozatot erről, mert ugye a már ismert, korábban ismert játék, ami ugye arról szól, hogy bármelyik két lapon egy közös figura van, az egy másik véges geometriai alapstruktúrán, a véges projektív síkokon alapul. Na de ezt mindenki ismerte, és erről szakdolgozatok százai születnek. És akkor az volt a kérdés, hogy tudunk-e ilyen paklit gyártani, úgyhogy bármelyik három lapon mindig egy közös figura legyen, vagy akár bármelyik négy lapon egy közös figura legyen. Ahhoz már nem Möbiussíkok kellenek, mert lehet olyat is egyébként, és meg is csináltam. Tehát van egy ilyen továbbfejlesztési lehetőség is, de az ötlet azonnal jött, tehát a geometriából jött, hogy a véges geometriai struktúrát adaptáljuk egy játékká. Tehát meg volt az ötleted? Meg volt az ötlet, és én meg is csináltam már a paklikat, legyártottam otthoni használatra, de a szakdolgozóval is megcsináltuk újra. És hogy lett belőle olyan játék, amit most már hát az hosszú, venni lehet? Az hosszú folyamat volt. Először sokáig csak a családdal és a barátokkal játszottunk. Én nem szoktam ilyen játékokkal játszani korábban a gyerekeim előtt, akik most 7 évesek egyébként és hármasikrek. Úgyhogy velük az elmúlt 2-3 évben már el kellett kezdeni játszani mindenféle társasjátékokat, és hát mivel hogy a barátaim meg a családom szívesen játszott ezekkel a demopaklikkal, ezért gondoltuk, hogy hát ha lehetne belőle egy valódi terméket is csinálni, és hát ehhez egy barátom, egy gyerekkori barátom jött társul, aki közgazdász, és éppen ráért, volt ideje ezzel foglalkozni, és mondta, hogy akkor csináljuk meg, és hát ez egy közel egy éves fejlesztői folyamat volt. Már a design elkészítése se volt triviális, ugye próba dizájnoknál az derült ki, hogy nem minden, ami szép, az jól játszható. Az se volt először egyértelmű, hogy hatszöges dizájn legyen, vagy négyszöges, vagy kör alakú, de aztán végül most, hogy a különböző módok, ugye, amiket mutattam, ezek kialakultak, ez igazolta azt, hogy a hatszöges dizájn az nagyon jó, mert ugye ezt a csík módszert, meg ezt a mozaik módszert például négyzet alakú dizájnnal nem lehetett volna, és ezzel pedig pont jól működnek. Mi volt a következő lépés? Mikor készült el teljesen? Teljesen a Essen. Essenben van minden évben, októberben egy nagy játékkiállítás és vásár, és addigra készült el a prototípusunk, és ott mutattuk be tulajdonképpen a nagy közönségnek, és ott folyamatosan játszottunk. Tehát nagyon azt mondhatom, hogy nagy sikere volt. Az egyik továbblépési lehetőség az, hogy még több figurával, még több lappal gyártsunk paklikat, és hát van is ilyen betározva nekünk, amin egy még több ponttal rendelkező Möbiussíkból gyártottunk, és ezt egy külön pakliként, egy ilyen kiegészítő pakliként tervezzük majd
kiadni, ami belefér majd egyébként ebbe a dobozba, tehát a gyűjtők azok bele tudják tenni ezt a negyedik paklit is, meg ahogy mondtam, van olyan lehetőség is, hogy nem hármasával, hanem négyesével keressünk, négy lapon keressünk közös ábrát, az a pakli is legyártható, meg a másik továbblépési lehetőség az az, hogy egy ilyen edukációs lehetőség is van, egy edukációs paklinak a lehetőség, azt megmutatom, hogy az ebből a pakliból például hogy gyártható. Hogyha arra gondolunk, hogy ugye itt a, mondjuk az, ez a zöld elefánt, ez négy lapon fordul elő, ez a harmadik és itt a negyedik, és mindegyik figura egyébként négy lapon fordul elő, és akkor mindegyik figura az felelje meg egy országnak. Mondjuk az elefánt az legyen Magyarország, az UFO az legyen Lengyelország, ez egy következő ország, összesen 14 figura van ebben a pakliban, tehát 14 országunk van. És a lapon nem az országokat írjuk rá, a lapokra nem az országokat írjuk rá, hanem az országoknak egy-egy városát. Uh-huh. Tehát mondjuk ez a, azt mondtam, azt hiszem, hogy az elefánt Magyarország, akkor ez Pécs, Szeged, Budapest, Székesfehérvár. És akkor, amikor felcsapunk három lapot, akkor ugye egy lapon 7 darab város van, összesen a 3x7, és a közös országot kell megtalálni. És ugye ez bármilyen 14 kategóriával, ugye egy 14 kategória az a 14 ország, és mindegyiknek van 4-4 városa, azt hívjuk mondjuk a 4 attribútumnak, ugye a városból mindig vissza lehet következtetni egyértelműen az országra, de ugyanez legyártható bármilyen 14 kategóriával és hozzátartozó 4-4 attribútummal, például nem tudom, 14 rendszertani egység, és akkor igen, abban 4-4 faj. Tehát akár kémia, vagy akár kémia, biológia, vagy bármilyen fizika, bármilyen fogalmakat. Ahol van 14 kategóriánk, és hozzátartozóan 4-4 attribútum, az játszható. Uh-huh. Lehetséges, vagy egyelőre az legalábbis a terv, hogy egy applikáció formájában gyártjuk le, egy ilyen edutek applikáció formájában. Ez a következő tervünk, igen. De ez iskolákban is. Ez igen. És tényleg jól használható. Bár, vagy még az is lehetséges, hogy az ember magának legyártja. Tehát csinálunk egy olyan honlapot mondjuk, ahol mindenki feltölti a saját figuráit, vagy a saját fotóit, fotokategóriáit, és akkor lesz egy saját paklia. Nagyon jó. Gratulálok hozzá. Köszönöm. Játszunk még egyet. Jó.